szavazásra buzdít minden szavazati joggal rendelkező román állampolgárt Mircea Joana, független államfőjelölt. Meglátása szerint ugyanis gyakorlatilag már az első fordulóban eldől, hogy ki lesz Románia elnöke. Az orosz barát pártok térnyerésére is figyelmeztet. A következő évtizedre nézve meghatározó fontossággal bír az idei államelnök választás Romániában. Ettől függ, hogy milyen irányba halad a társadalom és a gazdaságunk, hangsúlyozta a sajtótájékoztatóján Mircea Joana. A független államfőjelölt meggyőződése, hogy Marcel Ciolacu PSD elnök és George Simion Aur elnök között megállapodás született, annak érdekében, hogy ők ketten mérkőzhessenek meg a második fordulóban. Ez a szociáldemokrata párt elnöknek kedvez, mondta. Az elmúlt 35 év alatt mindig a jobb oldal és a bal oldal jelöltje mérkőzött meg a második fordulóban, de most más a helyzet, mondta. Idén teljesen másképp állnak a dolgok, és beszélhetnénk az okokról. Egy dolog biztos, az első forduló gyakorlatilag a második fordulót jelenti, mert a döntőt már az első fordulóban lejátszuk, hiszen a közvéleménykutatások alapján, ha Ciolacu Simionnal mérkőzik, Ciolacu gond nélkül nyer. Joana Ciolacu vagy Joana Simion forgatókönyv szerint mindkét esetben én győzök, és ez szerintem eléggé nyilvánvaló. Kifejtette, a legrosszabb forgatókönyv szerint Simion magával húzza a pártját a parlamenti választásokon, ami a szélsőségesen nacionalista Aurnak jelentős arányú szavazatokat hozhat, ezzel párhuzamosan pedig Diana Sosaka is hozhat nagy mennyiségű szavazatokat az SOS Románia pártnak. Ebben az esetben az orosz barát pártok jelentős parlamenti képviseletre tehetnek szert, vélte John, hozzátéve, hogy ez Románia nemzetközi megítélését rontaná, mi több, a külföldi finanszírozás is veszélybe kerülhet. Attól tartok, hogy a 2000-es év, amikor Ion Iliescu és Vadim Tudor mérkőzött meg az államelnöki tisztségért, és a 2009-es év, amikor gazdasági zuhanásba került az ország, egymásra tevődhet 2024-ben, fogalmazott a független államfőjelölt.